Jó reggelt! Hát eljött ez a szép nap is. Remélem és kívánom, hogy legyen nagyon áldott mindegyik kötöknek, legyen telve Isten jóságával. A születéstörténetet fogom az alkalomhoz illően felolvasni, és ahhoz szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni. A Lukács evangéliumából, a második részből. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénausz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Urat. És ezt mondták: dicsőség a mennyben Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzen nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta szívében. A pásztorok pedig visszatértek dicsőítve és magasztalva Isten mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Mi, akik tudjuk a történetnek a végét, tudjuk azt, hogy ez az egész egy csoda volt, teljesen másképp tekintünk erre a történetre, mint azok, akik akkor megélték. És kicsit azt szeretném, hogy most az ő helyzetükbe képzeld el magad. És azt szeretném, hogy átérezd azt, hogy ez az akkori történet az akkori embereknek mennyire nehéz volt, és sokszor nem tűnt csodálatosnak, és sokszor nem tűnt annak, hogy ez Istennek a terve, és Istennek az akarata. Tegnap Tölgyes Buszemesének olvastam a blogján egy írását, amit a Facebookra is feltett, az a címe, hogy Üzenet az Istállóból, és ez az írás ihlette a mai gondolataimat, és neki ajánlom szeretettel egy kicsit ezeknek a gondolatoknak a még tovább gondolását általam, és egy vers is eszembe jutott róla, Reményik Sándortól, amit majd szeretnék a végén felolvasni, és az, hogy tényleg valóban azt írja Emese, hogy akkoriban
akkoriban ez az egész történet egy akkora botrány volt, hogy egy menyasszony teherben van, és hogy ki hitte el nekik azt a történetet, amit mondott, még József Máriának sem hitte el. Egy álom kellett, hogy meggyőzze, álomban Istennek kellett, hogy meggyőzze őt, hogy ez a gyermek tőle van, és Máriától van, nem pedig más férfitól, és nem is lehet Józseftől, mert ennek a kisgyermeknek Istentől kellett fogannia. Mert egy része isteni természet volt, és isteni természet volt. A másik része viszont test szerint emberinek kellett lennie, hogy meghalhasson. Egy Isten halhatatlan, de Jézus emberré lett, hogy meghaljon a bűneidért, a bűneinkért. És ezt akkor nem értette József, csak egy részletét értette ennek. És egy botrány volt szembenéznie a családjával, szembenéznie a férfi társaival, az akkori társadalommal, hogy a jegyese teherben van. És József elfogadta ezt a tervet mégis. És Augustus császár, aki akkoriban elrendelte, hogy az egész világra adót vett ki, hogy fel kell írjon mindenkit fel kell írjanak a maga városában. Úgy tűnik, hogy ez a császár gyakorolja a hatalmát, és eltervezi, hogy ő most megmutatja, hogy hány ember van a hatalma alatt, akire adót fog kivetni. De mégis látjuk, hogy ez az egész Isten terve volt, mert Jézusnak Betlehemben kellett megszületnie. És azért küldi el Isten a harmadik trimeszterben járó Máriát nagy pocakkal, szamárháton, hogy összeírják, látszólag azért, hogy összeírják őket, de igazából Isten terve az volt, hogy a Jézusnak, az isteni gyermeknek Betlehemben kell megszületnie, mert a proféták, a proféciák szerint Betlehemben, a kenyérházában kellett megszületnie Jézusnak. Betlehem azt jelenti, hogy a kenyérháza. Jézus az élet kenyerének nevezte magát. Azt mondta, én vagyok az élet kenyere, aki életét adja ennek a világ, ezért a világért. Hogy te jól lakhass, hogy ne üres hassal élj ebben a világban, hogy ne éhezz, ő az élet kenyere, Betlehemben kellett megszületnie. És nem csak a császár parancsa volt ez, a császárt is irányította valaki. Isten irányította. És egy jászolba fektették Jézust, és ott született meg. Micsoda teher volt ez Máriának és Józsefnek, egy szülés, egy vajudó kismamának, hogy ott vannak egyedül, nem volt segítsége, nem volt ott az édesanyja, nem volt ott bába, nem volt ott senki, aki segített volna rajta. Az első gyermeket megszülni nagyon nehéz elképzelni, hogy ez milyen fájdalommal, milyen bonyodalmakkal járhat. És mégis az atya úgy tervezte, hogy nem volt hely nekik Betlehemben máshol, csak egy barlangban, egy jászolba fektették a kisdedet, ott szülte meg, egy jászolban, egy istállóban Mária, Jézus. És tudjátok, ez az istálló nem akármilyen istálló volt. Ez egy olyan barlang volt, ahova a kisbárányokat viszik be, hogy tökéletesen szülessenek meg, hogy ne legyen egy hibájuk se. A pásztorok ide viszik be a kisbárányokat megszületni, hogy az áldozathoz tökéletesek legyenek. Jézus tökéletes áldozati bárány volt. Ő volt az, aki az Isten báránya. Mindenben, ami a születéstörténet körül botrányosnak tűnik, Isten terve volt. Akkor ez Máriának és Józsefnek nagyon nehéz.
nehéz volt, és mi már értjük az összefüggéseket, de vajon ők értették? A pásztorok, akiknek Isten angyalai megjelentek, ők megerősítették őket abban, hogy ő egy nem hétköznapi gyermek, akit a karjukban tartanak. És szóval nézem, hogy még akartam ezzel kapcsolatban mondani, de ha csak ennyit mondok, akkor is látjátok, hogy Jézus születésének a körülményei nem hétköznapiak voltak. Bár akkor ezt nem látták. Ilyen tisztán, mint ahogy mi láthatjuk. Minden Isten terve volt, ami történt körülöttük. És egy vers jutott eszembe, amit említettem Reményik Sándortól. Ez is arról szól, hogy az élet olyan, mint egy Isten szőtte szőnyeg. És ezt szeretném nektek felolvasni, és ezzel szeretnék nagyon boldog karácsonyt kívánni minden szerettemnek, minden barátomnak, ismerősömnek, mindegyikőtöknek, akik hallgattok. Hálás vagyok értetek, és imádkozom értetek. Reményik Sándor, a szőnyeg visszája. Kétségbe esem sokszor én is, a világon és magamon. Gondolva, aki ilyet alkotott, őrülten alkotott és vakon. De aztán balzsamként megenyhít egy drága testvér halk szava. Ki még itt járt a földön, itt ki még itt járt, a föld angyala volt, és most már a mennek angyala. A világ Isten szőtte szőnyeg. Mi csak a visszáját látjuk itt. És néha, legszebb pillanatainkban, a színéből is valamit. A pásztorok, amikor visszatértek, a legjobban Istent miért dicsőítették, emlékeztek még az igében? Azért dicsőítették, hogy minden pontosan úgy történt, ahogy megüzente nekik. Amikor Isten tervét néha a kuszaságban felfedezzük, hogy ez az ő terve volt, és az ő tervét éljük meg, a legtöbb, amit ebben az életben felfedezhetünk és megélhetünk. Amikor meglátjuk, hogy az ő terve, tervében vagyunk benne, ez felülmúlhatatlan, túl van a szavakon. Kívánom ezt nektek, lássátok meg a szőnyegnek a színét is. Néha a legszebb pillanatainkban legyen ez a karácsony egy ilyen legszebb pillanat. Sziasztok!